Úré, a szó, parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszterelnök úr, talán emlékszik rá, pont 10 évvel ezelőtt volt, hogy a Fidesz az európai parlamenti választási kampányban az európai ügyészség mellett kampányol 2009-ben, és ez talán érthető is, hiszen ez pont 1 évvel azután volt, hogy ön Gyurcsány Ferenccel közösen megszavazta olvasatlanul azt a lisszaboni szerződést, amely az Európai Egyesült Államok föderatív vízióját vázolta föl. Gyurcsány Ferencnek az a mentsége, hogy azt, amint itt is hallhattuk, ők tökéletes következetességgel képviselik azt, amivel én egyébként nem értek egyet, de önnek lehet, hogy magyarázatot kell arra adnia, hogy mi változott azóta, tisztelt miniszterelnök úr. Vajon mi változott azóta, miért nem támogatja most már az Európai Ügyészséget? A szuverenitás csak nem-e ürügy ön számára, hiszen Magyarországon most már az ön strómanjai, barátai és rokonai azok, akik a korrupciónak a szinonimái, és ők azok, akik a legtöbb pénzt ma Magyarországon lenyúlják. Az ön strómanjaként működve Mészáros Lőrinc az ön barátja, strómanja, gázszerelője, Garancsi István, Tiborc István az ön veje, ők mind sérthetetlenek, hiszen önök, ön és Polt Péter, a magyar legfőbb ügyész védi őket a bűncselekményt, a nyomozástól és a vádemeléstől. Itt van az Elió ZRT-nek az ügyetisztelt miniszterelnök úr, ahol az Olaf vádat emelt, de a ügyészség az nyomozást sem indított el bűncselekménynek, a hiányában pedig a kartellezés gyanúja, a túlszámlázásnak a gyanúja, a személyi összefonódásnak a gyanúja vastagon fönnáll. Tisztelt miniszterelnök úr, mikor lesz kész arra, hogy végre az öncélú konfliktusokon túl végre egy valódi konfliktust is megvívjon Brüsszelben, például a korrupció felszámolásának az ügyében? Várom válaszát. Köszönöm. Miniszterelnök úrnak adok szót. Parancsoljon, miniszterelnök úr! Köszönöm, elnök úr! Azt kérdi tőlem a képviselő úr, hogy mennyire hiteles a kormány politikája. Ha röviden akarnék válaszolni a kérdésre, akkor csak annyit mondanék, hogy úgy tűnik hiteles, sőt egyre hitelesebb, mert éppen most minősítették föl Magyarországot a hitelminősítők. Azonban én sokkal izgalmasabb kérdés az, hogy vajon helyese, hogyha az ön és a pártja teszi fel a hitelességre vonatkozó kérdést. Én arra emlékszem, hogy önök nem olyan régen még EU zászlót égettek. Bizony. Az alapszabályba beleírták, hogy a Jobbik kilépteti Magyarországot az Európai Unióból. Ön pedig személy szerint listázni akarta a zsidó származású képviselőket. Ehhez képest ma önök a szocialistákkal és a DK-sokkal működnek együtt, az ő szövetségeseik. Azokkal vannak szövetségben, akik gumilövedéket és rohamrendőröket vetettek be az emberek ellen, mint egy mellékesen tönkretették a magyar gazdaságot és több millió magyar embert. Úgyhogy inkább csak egy kérdéssel válaszolok önnek. Úgy gondolja, hogy ezek után a hitelességről szóló kérdése komolyan vehető? Egy perces viszontválaszra megadom a szót frakcióvezető úrnak. Parancsoljon! Miniszterelnök úr, nem a hitelminősítőknek a felméréseit kellene vizsgálni, hanem a korrupciós indexeket, amiben Magyarország az utolsó helyen áll. Az Európai Unióban Bulgária az, amelyik rosszabb helyzetben van, a világ ranglistáin pedig Szenegállal vagyunk egy szinten, egy icipicivel jobbak, mint Jamaika vagy Omán. Úgyhogy figyelmébe ajánlom ezeket a statisztikákat, ezeket is érdemes böngészni. Soha sem volt túlságosan fényes Magyarországon a helyzet korrupció vonatkozásában. Voltak olyan időszakok, amikor szociál-liberális kormányok időszakában Nokiás dobozokban lopták a közpénzt. Ez az az időszak volt, amikor viszont még a politikus bűnözőket még rabláncon vezették el, Cuslág Jánost, Humvald Györgyöt, vagy pedig Hagyó Miklóst. Ez sajnos önökről egyáltalán nem mondható el, hiszen Mészáros Lőrinc egy év alatt 100 milliárd forintot lapátol ki a közpénzből. Hogyha miniszterelnök úr, önök nem támogatják az Európai Ügyészséget, fölmerül az a gyanú, hogy ebben az országban ön a maffia vezér, Polt Péter pedig a maffia családnak a konciliérje. Várom válaszát. Egy perces viszont válaszra, miniszterelnök úré a szó.
Köszönöm, elnök úr. Óvatosan bánnék a listák olvasgatásával, mert én meg egy olyan listát olvastam, amiben azt szerepelt, hogy ön a világ hetedik legantiszemitább embere, amit túlzásnak tartok. Úgyhogy javaslom, hogy válogassuk meg, hogy milyen listákat olvasunk. Minden esetre csak ha már így összejöttünk itt, és Szabó Tímea asszony is hozzászólt itt az előbb a közöttünk zajló vitákhoz, csak hogy milyen állapotok vannak hitelesség ügyében, mert a kérdés erre vonatkozott oda át. Most fölidézem önnek, hogy mit mondott Szabó Tímea képviselő asszony 2012-ben. Idézem. Gyöngyösi Márton nyílt zsidózásával és Novák Előd állampolgársági listázásával részemről eddig tartott az ügyek mentén való együttműködés. Eljött az a pont, amikor bevállalom, hogyha egy szavazatom múlik is, akkor sem működöm velük együtt. Mindkettőknek gratulálok!